Hello, hello! Jó napot kívánok mindenkinek! Ma megint csinálunk egy ilyen francia videót, de hogy kell franciául olvasni? Kezdjük, jó? Az O kimondás nem csak O betűvel lehet, hanem A-U betűvel, vagy E-A-U betűvel is lehet, mint például l'eau, a víz, l'eau, a víz, O. Adok egy másik példát. Szeretnék vizet inni. J'aimerais boire de l'eau. J'aimerais boire de l'eau. J'aimerais boire de l'eau. Szeretnék vizet inni. Van egy másik példa. Le dauphin. Le dauphin, az a delfin. Le dauphin, a delfin. Le chapeau, az pedig a kalap. A kalap. Le chapeau. Le chapeau. A Q betűt K betűnek mondjuk, és vannak olyan szavak, amiben ki kell mondani a végén ezt a K betűt, mint például le coq, a kakas, le coq, vagy például az öt, cinq, öt, az cinq, és itt is kimondjuk a K, cinq, és a Q-U betűt K-nek mondjuk ki, mint például le moustique, a szúnyog, le moustique, le moustique, a szúnyog. Utálom a szúnyogokat. Menjünk egy kicsit bonyolultabbba, és ez a oin kimondású szavakkal. Oin, amit vagy úgy írunk, hogy O-I-N, vagy úgy írunk, hogy O-U-I-N, mint például a pingvin, le pingouin, oin, le pingouin, a pingvin, vagy le point, le point, azaz ököl, le point. Vagy le point, így írva, az a pont, le point. Az egy pont. Un point, az egy pont. Un point. Egy pont. French, un point. Français, un point. Francia, egy pont. Bajnokság, mit tudom én, milyen. Teljesen hülye vagyok, tudom. Na jó, mondjuk tovább. Van egy másik nagyon bonyolult szó, amiről szeretnék beszélni. Az a röf. Le groin. Ez is elég bonyolult, mert R betű, meg groin, meg minden, orból, mit tudom én, köpködésből, szóval röf, az a groin. Groin. Ezt is próbálni kell nagyon sokszor, mielőtt nagyon jól jön ki. Groin. Le groin. Remélem, hogy tetszett ez a lecke, és majd legközelebb is találkozunk. Sziasztok!